Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi üzenet igéje Máté Evangélium a 18. fejezet 21 és 22. verse szerint így hangzik. Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. És ezek után Jézus egy példázatot mond az adós szolgáról. Az eladósodott szolgának az ura elengedi a tartozását. Felszabadultan kezdhet új életet. Isten előtt mi is reménytelenül el voltunk adósodva. Ha visszagondolunk, hogyan lehetett ilyen teherrel élni, mosolyogni, gyermekeim szemébe nézni, haragudtam. Nem szóltam. Vagy visszaszóltam. Nem mutattam jó példát, nem volt időm. Az adóságom nem volt csökkenthető. Az úr megszánta az eladósodott szolgáját, mert Isten nem haragszik. Szánakozik, mert szeret. Szolgája adóságát elengedte. Ez az evangéliumnak a lényege. A szolga haladékot kért, és teljes elengedést kapott. Isten mindig többet ad. A bűre csak egyetlen megoldás van, a bocsánat. Pszichológus fogalmazott így, a bűnbocsánat egy koncentrált erőhatás, ami gyógyulási folyamatot indít el. Majd mikor a szolga megkönnyebbülve távozik, egy adós társával szemben mégis könyörtelen. Pedig a király és a szolga között történt valami, most nyert bocsánatot, neki is irgalmasnak kellene lennie. A mi részünk nem ott kezdődik, hogy kimegy az urától és folytogatni kezd, hanem ott kezdődik, hogy hányszor lehet ellenem vétkezni, és nekem megbocsátanom, még hétszer is. Sok hívő ember jár hétről hétre kihallgatásra, a király elé könyörök bocsánatért, bocsánatot nyer de ő nem e szerint él. Ezért nem akarnak ma sokan keresztény lenni. Ha bajba kerülünk, fellázadunk Isten ellen, számon kérjük rajta. Ha tőlünk kérnek számon valamit, keserűek vagyunk. Ha másnak nincs ideje számunkra, vagy nem akar segíteni, felháborodunk. Isten csak bocsásson meg nekem, de én behajtom azt, amivel nekem tartoznak. Na ezt nem tűri Isten. A mi életünk mindig válasz valamire, de mire? Ettől a választól függ, hogy követői vagyunk-e igazán Jézusnak. Arra válasz az életünk, ahogyan Isten bánt velünk, vagy arra válasz, ahogyan emberek bánnak velünk. Aki józnánk, ahhoz mi is, aki barátságtalan, gonosz, az azt fogja visszakapni tőlem is. Megbántott, rossz indulatú, udvariatlan, én is az leszek. Jogilag kifogástalan, de nem keresztényi. Azt az irgalmat és bocsánatot, amit nem tudok továbbadni, azt Isten visszaveszi tőlem. Tehát amikor Isten megbocsát, akkor lehetőséget ad nekem. Nem csak elveszíthetem ezt a kegyelmet, hanem vádolni is fog egyszer Isten megbocsátó irgalma. Aki nem bocsátott meg, azért Jézus hiába halt meg, az Jézust újra megfeszíti. Hol van a határ? kérdezi Péter. Nem bírom tovább, elfogy a cérnám, én is csak ember vagyok. Rossz megközelítés. Mintha emberi erőfeszítés kellene ahhoz, hogy türelmes legyek, megértő, persze, kell az önuralom és az erős akarat, de ez hamar ki fog fáradni. Jézus egy másik síkra viszi a kérdést. Ha komolyan veszed, hogy Jézus neked megbocsátott naponta, már nem önuralom kérdése a megbocsátás. Segíts Uram! Egy pillantás a keresztre is működik az akarat. Mit adhatok tovább? Bocsássuk át magunkon Isten bocsánatát. Szeretetét. Derűjét. Türelmét. Aki egyik kezét Isten kezébe teszi, az a másikkal ne fenyegetőzzön, ne üssön, ne a gonoszság visszhangja legyünk, hanem a kifogyhatatlan szereteté.